Megsárgult fotók az egykori tanári karról, a gyűlölt iskolai egyensapkák, leckefüzetek. Ezek a relikviák egy hamarosan elkészülő iskola történeti kiállítás részei. A Szekszárdi Garay János gimnáziumban ugyan most béke és nyugalom honol, ám a háttérben folyik a 125 éves jubileumi eseménysorozat előkészítése. A tervekben iskola történeti kiállítás, antológia és évkönyvkiadás és egy nagyszabású gálaest is szerepel, mondja Heimann Józsefné igazgató. Elsősorban az őszi időszakra fókuszáltunk, számos elképzelésünk van, bevonva ebbe a Gimnázium Öreg Diák Szövetségét is természetesen. Az egyik fontos tervünk egy iskola történeti kiállításnak a megvalósítása, amit szeptember 1-ével szeretnénk megvalósítani. Ez dr. Gesztesi Enikő tanárnő irányításával a honismereti szakkör tevékenységének körében folyik. A tervek szerint nagyméretű tablókon mutatják majd be, milyen képzések zajlottak az iskolában az évtizedek alatt, kik voltak az intézmény emblematikus tanárai, és azt is, hogyan változott a gimnázium városképet meghatározó épülete a 125 év alatt. Heimann Józsefné véleménye szerint a mai diákok is igénylik, hogy megismerkedjenek olyan egykori iskolatársaikkal, akik azóta kiemelkedő életpályát jártak be. Az eseménysort kiemelkedő eleme az az évkönyv és antológia, mely a jubileumi év végére kerül napvilágra. Valamennyi végzett garaista diákot tartalmazza, valamennyi tanárt, akik valaha itt tanítottak, intézményvezetőket természetesen, a másik részében pedig visszaemlékezéseket, egykori diákok visszaemlékezéseit, illetve a különböző képzés típusokra való testnevelés, tanítás, sport a Garayban, énekkar a Garayban, idegen nyelvek a Garayban, tehát ilyen kis történetek vagy részletek is lesznek ebben az évkönyvben. Az ünnepség sorozat egy nagyszabású gálaesten zárul, melyen minden fellépő az iskola diákjának mondhatja magát.